Azt már láthattátok, hogy az online rang létrán hol szereplek az elért időpróbáimmal, viszont megtekinthetjük azt is, hogy offline nekem hányszor kellett befejezni egy pályát, hogy egyáltalán megszerezzem a platina relikviát. Ez a videó erről fog szólni. Sziasztok, én Peti vagyok és üdvözlök itt mindenkit egy vadonatúj Crash videóban. Ha neked is túlélte a kontrollered a Crash 4 végigjátszását, akkor egy lájkot dobhat, mindennapi Crash videókért feliratkozhat. Itt van a 106%-os mentésem, menjünk le szépen ide a ranglétrákhoz, és itt van az offline rang létre, ami azt mutatja, hogy ha valaki ide jön hozzám és készít egy mentési fájt és elér valami időt, akkor ott azzal a három betűs névvel lesz ellátva. Hát én csak egyedül szerezgettem a relikviákat, szóval ezért csak az LA Jeff, a Let's Have Fun van ott. Na de ahányszor ott van, annyiszor mentem végig és fejeztem be egy futamot. Nyilván az nincs benne, hogy hányszor indítottam újra, de azért ebből is érdekességeket leszűrhetünk. Vágjunk bele, Rude Awakening. Először, amikor teljesítettem, amit 1 perc alatt sikerült, utána puf, rányomtam egy 10 másodperces javítást, és így másodjára sikerült, amikor befejeztem. Insanity Peak-en 6 darab idő is van, ehhez viszont hozzájárul az is, hogy aki követte a végigjátszást, az tudja már, végigjátszás elején megpróbáltam a relikviákat, hogy milyen nehéz is, és azért van 6 darab befejezett időm, mert először próbálkoztam sokáig, de akkor még nem volt meg a tripla pörgés. Miután meglett a tripla pörgés, akkor megvertem magamat, tehát a tripla pörgés nélküli időmet, úgyhogy így fejeztem be 38 másodperc alatt. Real Grindot kétszer kellett teljesítenem, egyszer 1 perc 7 alatt, utána pedig puff rá egy jó 10 másodperces, még többet is javítottam. Crash Compactor, na ez nem egy egyszerű pálya volt, 6-szor kellett nekifutni. A legrosszabb időm 51 volt, és azt kellett kijavítani egészen 38 másodpercig. Hit the Road Jack című pálya. 1 perc 47 volt az, amit először befutottam, és utána ezen javítottam több, mint 10 másodpercet, 17-et is, hogy az 1 perc 30-at elérjem. Truckstop-ot csak kétszer kellett teljesítenem, 1.26 volt az első időm, és 1.13 pedig a következő. A Booty Course az egy érdekes pálya. Láthatjátok, hogy csak egyszer kellett nekifutni, nekifutottam szépen, és teljesítettem egyszer, és az 55 másodperc az elég is volt, meg is lepődtem. De láthattátok a Platina Relikvia megszerzésben is, hogy azért lett volna a hely, ahol még javíthatok. Tarhi Blows, ezt is egyből teljesítettem, de ez nem jelenti azt, hogy amikor először mentem a pályán, akkor már meglett, hanem csak láttam, hogy valahol elrontottam, vagy egyszerűen meghaltam, leestem, és akkor újraindítottam, tehát azt a menetet nem fejeztem be. De az első menet, amit befejeztem, az már megvolt. Hook, Line and Sinker, ez egy jó kis tavnás pálya, elsőre meglett, úgyhogy egész jól irányítottam tavnát. Jetboard Jedi nem egy egyszerű pálya, és érdekes, a harmadik és a negyedik időm mind a kettő egy 1 perces idő. Itt látható, hogy elég erősen szenvedtem, hiszen amikor először befejeztem 1 perc 0 másodperc 4 tized, utána 1 perc 0 másodperc 9 század, utána rájavítottam még 6 másodpercet, 54 másodperc alatt teljesítettem, és erre megint 6-ot rá kellett még javítani. Ez nem volt egyszerű. Give It A Spin elsőre meglett, 1 perc 2 másodperc. Potion Commotion tavnás pálya elsőre meglett, 47 másodperc. Dragon On! Ezen a pályán mentem párszor, ugyanis itt volt olyan, hogy ugyebár kék drága kő, 1 perc 43. Off Balance. Na itt háromszor kellett teljesítenem, először 1.44, aztán 1.29, és arra még rá kellett egy kicsit javítani, 1.27 lett a végső idő. Off Beat elsőre meglett, 1 perc 2. Home Cooking, itt van Dingo Dye, 1 perc 47, ez lehetett volna sokkal szebb, is írtátok hozzászólásba, hogy meglett volna a fejlesztői idő is, hogyha azt a Nitro Detonátor rá. Run It By You, 1.39, elsőre meglett, habár újra kellett indítanom a kis kocsinál, de amikor végig tudtam haladni, akkor meglett. No Dillo Delling, ebbe is benne van a kis kocsizás, és amikor először teljesítettem, 1.38 alatt sikerült, erre még rá kellett dolgoznom 16 másodperces javítást, 1.22 lett végül. No Way Out, ez a demós pálya, úgyhogy nem is nagyon meglepő, hogy egyből sikerült, 1.18. Ship Happens, na ez is demós pálya, de ez nem sikerült egyből, amikor először teljesítettem, akkor 1.14 volt az időm, hát erre azért rá kellett javítani, 1 perc 1 másodpercre, így sikerült. Tay Frosty meglett elsőre, 51 másodperc. Bears Repeating, na ez is egy érdekes kaland. Miután már megszereztem a Insanely Perfect reliket, hát már mehettem akkor a platinát megszerezni, hiszen az úgy könnyebb végül is, hogy csak azokat a dobozokat kell összetörni, amiken van a másodperc, illetve nem kell kimenni a sárga drága köves kihívásra, a bónusz platformot nem kell használni,
használni. És hát igen, a poláros részt nem nagyon teljesítettem ügyesen a Platina Reliquia megszerzésekor, de hát ha meglett, akkor meglett. Building Bridges, na ez azért nehezebb volt, 1-11 volt az első teljesítésem, de ez a legnehezebb tavanás pálya szerintem. 1-0-1 pedig a másik. Blast to the past. Hát ezt a nevet is milyen jó kimondani szerintem. Elsőre sikerült 50 másodperc. Fossil Fuel, na ez érdekes, hiszen ez az a pálya, ahol a legügyesebben szerepelek az összes idő teljesítésembe, tehát itt valami 360-60 körül vagyok, és sehol nem vagyok 360-nál ügyesebb az online ranglétre, és elsőre sikerült ez. Hát érdekes. Dino Dash, a demos pálya, amit elsőre, amikor teljesítettem, meg is lett a Platina Reliquia. Rock Blocked, na ez, erre emlékszem, ez kegyetlen sokszor próbálkoztam, hiába csak 4 van itt, nagyon sokszor kellett próbálkoznom. Először teljesítem 1.52, megint teljesítem 1.49, megint teljesítem 1.45, újra teljesítem 1.40, és ez már elfogadható volt a Platina Reliquiához, de ezt tudom, hogy egy alkalommal rászántam egy órát, nem sikerült, utána másnap megint egy órát, megint nem sikerült, vagy annak a végén, vagy hogy, de tudom, hogy emlékszem, hogy aludtam rá egyet, tehát hogy volt egy nap, amikor ezzel foglalkoztam, másnapra meg sikerült, igen, így volt, hogy a második órában, igen, fú, ez nehéz volt. Out for launch, elsőre 1.13. Shipping error, elsőre 2.06. Stowing away, elsőre. Crash landed, ez is egy érdekes dolog, de elsőre, akkor elsőre. Food run, szintén, mi újság vele? Rush hour, na jó, ezen is nagyon sokat kellett, ez is ugyanolyan óra hosszás kis kaland volt, szerintem még túl nyomtam az órán tovább, és utána sikerült, az volt nehéz igazából, amikor Tavnával kellett a pálya végén, azon a kocsisoron, ahogy jöttek a kamera felé ugrálgatni, az nem volt egyszerű. Próbáltam a tipjeimet megosztani, remélem, hogy azok segítettek másoknak is. De hát maga, nézzétek meg, 3 perc 27, úgy, hogy itt le vannak vonva azok a másodpercesek, tehát több mint 3 percig izzasztás. Crate Escape 1.45, na hát itt is sokszor eljutottam a végső ládás helyzetig, de a ládás helyzetnél leestem. Viszont amikor a ládás helyzet teljesítettem, akkor beértem, és akkor meglett a Platina 1.45. Nitro Processing, hát ez is egy érdekes kaland volt. Első alkalommal 2 perc 31 alatt teljesítettem, utána rázúztam, kevesebb mint 20 másodpercet, igaz, de 2 perc 18 alatt teljesítettem, és még az sem volt meg. Utána még arra rá kellett dolgozni 2.11, úgyhogy a 20 másodpercet rá kellett dolgozni. Toxic Tunnel szerintem nem is kell sok mindent mondani erről. Ötször fejeztem be ezt a pályát, halál nélkül végig zúzva, haladva, futva, vagy hát itt triplán pörögve. Először, amikor teljesítettem triplán pörögve, nyomtam neki akkor is gyorsan és ügyesen akartam végigmenni, 2 perc 42 másodperc alatt teljesítettem. Erre rádolgoztam, 22 másodperccel ügyesebb voltam. Második befejezésre 2 perc 20 másodperc alatt teljesítettem. Ez is még sehol se volt. Erre rádolgoztam, ügyesebben teljesítettem 18 másodperccel. 2 perc 2 másodperc sem volt elég. Erre még ügyesebben, még jobban pörögve 1 másodperccel ügyesebb voltam. 2 perc 1 másodperc 69. Ez sem volt elég. Még 4 század másodpercet rá kellett ügyeskedni, hogy 2 perc 1 másodperc 65 század másodperc alatt megszerezzem a Platina Reliquiát. Köszönöm Toxic Tunnels. Cortex Castle elsőre 1.31 fejlesztői reliquia, ezt a pályát nem értem. Szerintem nagyon jó pálya, de hogy számították ki azt, hogy én a fejlesztőket is legyőzöm, azt nem tudom. De elfogadom, köszi. Seeing Double, na ez sem egy egyszerű pálya. Kétszer teljesítettem végül, először 1.35-re, utána pedig több mint 10 másodperces javítás után 1.21-re már megkaptuk a Platina Reliquiát. Igazából Cortex-es rész volt a nehezebb, én úgy gondolom, mert a vége az a Cortex Castle, azt ismerem. Nézzük meg akkor azokat a pályákat, amiket a legtöbbször kellett újra próbálnom. Az Insanity Peak-et 6 alkalommal, de ezt nem számítanám bele, hiszen itt a tripla pörgés előtt tettem ezt meg. Hit the Road pályát 4 alkalommal kellett befejeznem, az első alkalomhoz képest 17 másodpercet kellett javítanom az időmön. A Toxic Tunnels című pályát 5 alkalommal kellett újra próbálnom, és 41 másodpercet kellett javítanom az első befejezésben.
képzésemhez képest, és 6 alkalommal a Crash kompaktor pályát kellett újra próbálnom, és 13 másodpercet kellett javítanom az első időmhöz képest. Szóval kiderült az igazság, ennyiszer kellett újra próbálgatnom a Platina Relikvia megszerzést. Itt van mellettem, hogy szerepelek az online ranglétrákon. Nagyon érdekes szerintem, hogy találtunk még egy magyar személyt is, aki ott van a ranglétrákon, a top 10-be többnyire mindegyik pályán. Kérdeztétek a fejlesztői időket, hogy én most akkor meg akarom-e szerezni őket. Olyan konkrét jutalom nincsen úgy hozzá, csak annyi, hogy a platina akkor most már más színezetű lesz. Nem tervezem, hogy ezeket én teljesítem. Örülök, hogyha a Crash Team Racingbe Willow-t le fogom győzni, de hát az is még folyamatban van. Minden esetre köszönöm a támogatásokat, találkozunk legközelebb.